Johnson elképesztő formában, no de ehhez persze az olajnak is lesz egy-két szava, még akkor is, hogyha nekik sem teljes a keret. Egyébként a sérültekkel kapcsolatban, miközben már indul is a mérkőzés, ugye a Kaposvár ellen kimaradt Rudner Gábor, ma viszont ő már ott lesz a társaival a pályán. Még az órát kell elrendezni, amelyik rosszul indult el. Egyébként ugye a sokraniak nagyszerű külső sorral rendelkeznek, elsősorban az ő remek teljesítményükre építkeznek a mérkőzéseken. És ahogy azt már el is hangzott a stúdióban is, Váradi Kornéltól, ugye nagyon fontos mind a két csapatnak a védekezés, a Sopron kapja átlagban a második legkevesebb pontot a mezőnyben, az Olajbányász pedig a legkevesebbet, tehát a liga jelen pillanatban két legjobban védekező gárdájának az összecsapását nézhetjük meg. És ami aztán soproni kosárral indul. József az, aki megszerezte az első kosarat, közben a másik oldalon Williamson próbált betörni. Ugye a bajnokság elején a Szolnokon az Olaj fölényes 90-57-es győzelmet aratott. Az egy olajgála lett, ugye az első fél időre már 22 pont volt az Olajnak az előnye, a vége 33 lett. Rohanhatnak megint a soproniak. Ugye Barnett, visszakapja Barnett, és lehet dobni középről. Durham. Mind a két csapatban van egyébként Durham. A soproniaknál Juven Durham, aki most kosarat dobott, a Szolnoknál pedig Jabril Durham. És egy újabb eladott labda, és ebből rohanhatnak megint a hazaiak. Valerio Bodon szinte oda sem nézett, úgy passzolta be a labdát, lehet kettőt dobni. Subotic faltolt, az a Subotic, aki a Nemzeti Sport tavaly az év játékosának választott. Egymás után kétszer, ugye tavaly előtt is ő volt a legjobb játékos. Viszont most meg majd lehet dobni büntetőt, hiszen ő faltolt. Nem jó, az sem, marad a 4-0. Ez pedig így viszont visszajátszás. Jabril Durham veszítette el a labdát. Egyelőre a Szolnok, még csak ugyan egy perc telt el, de sok mindent nem tudott fölmutatni, csak eladott labdák. Joseph. Már is ott a betörés lehetősége, milyen szépen gyorsította föl Barnett a lépéseit. Újabb Szolnoki falt. És közben Durham ki is jön ide, Gasper Potocsnikhoz, de nem csak ő, hanem az egész Szolnok, ugyanis a szlovén mester nem vár tovább. 4-0-nál időt is kell kérnie, alig valamivel több, mint egy perc telt el, és Subotic már a második hibáját szedte össze. Hey, jedino stvar koju zaboravim da napada close out. Moramo da budemo tamo jedan na jedan, ne sme da te probuji. Hey, don't allow the they're making talk for us! What is this? We are making turnovers from nothing. Misle ja, boli da kente, da je der bole. Ajmo! We are switching, hey, when we are switching, aggressive switch, guys. Too easy, okay? It's no panic, but this is not the start, hey. Okay. Press break, task forward. If they play, they have two free throws. Press break four. Press break four. Okay, execution. Backdoor is strong. That big maybe have a layup. Go, good. Get to him. Telt ház Sopronban, de hát ezen már meg sem lepődünk. Foster Benc Lászlóval, a soproniak egykori játékosával, legendás edzőjével elevenítettük föl a régmúlt időt, egy 94-es playoff mérkőzést, amikor itt Szolnok, illetve Sopronban pont a Szolnok játszott, és bizony 3000 néző előtt játszották azt a mérkőzést. Ugye azért ez viszonylag ritka, hogy
bő egy perc elteltével időt kelljen kérni, de Potocnik úgy döntött, hogy ő nem vár tovább. És jelen pillanatban az időkérés alatt nekem úgy tűnt, mintha ő lenne a legélesebb és legjobban kihegyezve erre a mérkőzésre. 6-0-val nyitja tehát a Sopron ezt a meccset. Szolnoknak valamit most már biztosan kell változtatni. Gilski például egy ilyen három pontossal. Gilski Erik tökéletesen szállt be a meccsbe. A másik oldalon pedig Supola hozta föl a labdát. Supola még. Megvan az ütközés, ezzel együtt dobja be. Úgyhogy a hármasra egy dupla a válasz. Csak közben Szubotićról lemaradnak. Lehet, hogy már lefelé ment a labda, reklamálnak a szolnokiak, hogy ezt meg kellett volna adni, kosár azonban nincsen. És most föláll a Sopron játszani. Ott a passz, és egy zsákolás a végére. Egészen elképesztő soproni kezdés, Juven Durham megint, 10-3. Kettős cserére készül a szolnok, jön majd Pongo, és jön majd az új szerzemény Griffin is. Na de addig nézzük, hogy lesz-e megint kosár. Gilski, Szubotić nem sokat gondolkozik, hogy beleálljon-e a triplába, nincs bent, a lepattanó a soproniaké, és már József kéri elől a labdát. József! Mekkora zsákolás! Azt a mindenit! Na az igen, Kostas Leverakisnak is tetszik a dolog, de szerintem mindenkinek, kivéve a szolnokiaknak. Azt a mindenit, mekkora kosársó volt ez. Hát brutális kezdés, 12-3. Egyelőre nagyon-nagyon mélyen tudása alatt a szolnok, de konkrétan azért, mert nem engedi őt játszani a Sopron. Pongo, aki most átvette az irányító szerepet, ugye Griffin is kint van, ez egy alacsonyabb szerkezet most. Pongo, Gilski tovább, az előbb nagyon szép hármas dobott, Pongo lassan le fog járni a támadóidő, Pongo betörésből kiosztja a labdát, Griffin még időben dob fel, de nincsen bent, és a lepattanó megint a soproniaké. Ez meg egy falt Supola betörése közben. Joseph. Sarokból, Valerio Bodon, bátran, de be is dobja a három pontos emberről. 15-3. Több mint 10 pont előnye van a Sopronnak 3,5 perc alatt. Falt volt közben. És erre azt hiszem, hogy csak a legvérmesebb soproni szurkolók gondoltak egy ilyen brutálisan erős kezdésre. Azért a szolnok nem szokott 3,5 perc alatt 15 pontot kapni. Van, hogy egy negyed alatt kapnak ennyit. Jordan Barnett pedig az első faltját kapta az imént. Gilski ezúttal nem merte eldobni. Elég lépésgyanús volt, de talán nem emelte el a lábát. Fölhördült a soproni publikum. Viszont Valerio Bodon labdát szerez, hogy aztán meg majdnem eladja, de aztán Joseph megmenti a helyzetet. Joseph még akár végig is tudja vinni. Igen! Potocnik megint időt kér. Nem csodálom, 17-3, most már 14 pontos hátrányban van a szolnoki olajbányás. Valami nagyon nem működik. Jött a biztosítás, ha esetleg be kell húzni, az amerikai játékosnak ott volt a keze, de nem is akart hozzáérni. Still in Solnok!
csapatot, csak erre készültünk egész héten, semmit nem lát abból, amit szeretne. Egyelőre az első időkérés nem segített. Megnézzük, hogy a második hatni fog-e. De hát 17-3-ról azért nem egyszerű a visszajövetel. A tegnapi meccs tanulsága volt, ugye a Kecskemét mínusz 18-ról is át tudta venni még egyszer a vezetést a Szeged ellen, aztán mégis kikaptak. Tehát meg lehet ezt még fordítani, én nem mondom, de hogy nem lesz itt könnyű ebben a hangulatban a Szolnoknak fölállni a padlóról, mert most ott vannak, az egészen biztos. Williamson. Kongó kéri el a labdát, megnézte magának a gyűrűt, de nem akarta idő előtt eldobni, most igen, de ez meg nagyon rövid. Oda kaptak a személyhez Barnettnek, de azért a lepattanó meg lett neki. Joseph. És azt lehet is dobni a középtávolról, Durham megint. Hát mindjárt 20 pont fölött jár a Sopron, és még nem telt el 5 perc. Egy keresztlabda éppen csak megmenthető. De most már Barnes is bent a Szolnokban. Pongo. Gilski bátran beleáll egy újabb hármasba. Még a gyűrűt sem találta el. Az előbb pedig nagyon szépen dobta be. Potocsnik pedig azonnal szól Subotićnak, valamint Durhamnek, hogy jöjjenek. Ez most kimaradt Soproni oldalról. Maradnak 20 pont alatt, de így is, az sem rossz egyébként 5 perc játék után. Pongo! Majdnem elvesztette a labdát, aztán végül Supola üt egyet oda. Jöhet a kettős csere az olajnál. Csak még nem tudják, hogy ki helyett. Végül Griffin jön le. És Williamson. Három pont, öt perc alatt a Szolnoknál. Elképesztően kevés. Durham. Durham még. Bejátszaná Subotićnak, de nem jó a passz. Újabb eladott labda az olajnál, és rohan megint előre az SKC. És be is fejezi megint Barnett. 21-3. Na erre ki gondolt? Én biztosan nem. 18 pontos SKC előny. Teljes leolvadás a Szolnoknál. Gilski. Subotić megint beleáll egy hármasba. Ez sincsen bent. Megvan a lepattanó, de az sincsen bent. És ez sincsen bent. Jabril Durham kétszer is közvetlen közelről kihagyta. Szinte érthetetlen. Subotić pedig összeszedi a következő, immár harmadik faltját. Nem jó a kosár, hiába dobták be. De nagyon nagy gond van az olaj, hogyha Subotićnak kipontozódási gondjai lesznek, már pedig lesznek. Három faltja van, és még 6 perc telt el az első negyedből. Supola. Durham. Kisarkazza, és be is fejezi természetesen. 20 pont a különbség. Szinte hihetetlen. 6 perc alatt. Gilski. Subotić. Pongo elfut, Subotić eldobja, de nem megy be a tripla. Valerio Bodor indulna, de ez egy rossz indítás volt közben Durhamtől. És a másik Durham szerezte meg pont a labdát. Ugye a Szolnoknál csak és kizárólag Gilski Erik triplája ment be, semmi más. Csak ez most. Hát ez hihetetlen. Valerio Bodon megszerzi, és aztán pedig ő dobja ki a labdát estében. Megint kettős csere a Szolnoknál. Visszajön Griffin és Williamson. A Sopronnál pedig Molnár Márton érkezik a pályára, aki Durhamet váltja. Ugye muszáj lehozni Subotićot, aki három falttal játszik, és Pongo is leül most az olajnál.
Griffin, lépés. Újabb eladott labda az Olajnál. Azért ez sem jellemző rájuk, hogy ennyi eladott labdával dolgozzanak. Joseph. Nehezen, de bent tartja Supola. Molnár. Megjáratják a labdát. Joseph. Bedobja a triplát. Egész egyszerűen nincsen ellenszer a Sopron játéka ellen. Williamson. Joseph egyébként 7 pontnál tart már. Williamson. Ha bemegy tripla, bemegy. Ez a második bedobott triplája az Olajnak, de még mindig csak 8 pontnál tartanak. És már csak nagyjából 2 perc van az első negyedből. Joseph. Beálltak zónázni most a szolnokiak, csak hát teljesen mindegy, mert belép alapvonalon Barnett és zsákol egy hatalmasat. Megint 20 pont van közte. Barnett 8 pontnál tart. Durham. Williamson. Szép labda. És az sikerül is gólra váltani. Barnes. Nézzük, hogy folytatja a zónát az Olaj. Igen. Ugye ez egy 3-2-es zóna, amiben fölálltak. Ó, micsoda labda! És milyen könnyen védik ki ezt a zónát, vagy támadnak a zón ellen, mindegy, hogy fogalmazok. Molnár Márton is megszerzi az első kosarát. Egy zseniális passz föntről Joseph-től. Durham. Azt végig tudja vinni, és ezúttal bedobja. Csak hát a dobott 30 pont egy negyed alatt önmagáért beszél egyik oldalon, és a másik oldalon meg egyelőre 12-nél tart az Olaj. Nem vagyok benne biztos, hogy kezdett ennél rosszabban valaha az Olaj az idei szezonban meccset, mint most. Szerintem nem. Gilski. Durham. Williamson. Fogja a pozíciót Barnes, de Supola meglöki, Supola mutatja, hogy lekönyökölték. Így. Cserél közben a Sopron, érkezik Csendes Péter. Egy fiatal játékos váltja Joseph-et. Váradi Kornél meg is említette, hogy Csendes talán több játékpercet tud így kapni. Itt volt még egyszer az az iménti zseniális gólpassz. Barnes nem sokat hezitál, fölemeli és be is dobja. A harmadik hármasa az Olajnak. Csak hát ez így még mindig édes kevés. Igaz, legalább a 21 pontról följönnek 15-re. Supola. Megy tovább a zóna. A lepattanó ezúttal Gilski. Kipasszolja Durhamnek. Jön Barnes, csak hát elkapja a labdát. Eladják a labdát. Barnett elől újabb könnyű kosár. Amikor a Szolnok egy picit tud faragni az amúgy tetemes hátrányából, megint egy hiba. Elképesztő mennyiségvel adott labda az Olajnál. Durham messziről, de nincs bent. Muszáj volt eldobnia, hiszen lejárt volna a támadóidő, és véget is ér a negyed. 32-15-tel. Hát erre szerintem tényleg senki nem gondolt, csak a legelvakultabb soproni szurkolók, hogy ez a meccs ez így fog kezdődni. Ugye Barnett már 10 pontnál tart, Durham 8-nál, és Joseph is 7 pontot dobott. Tehát a három meghatározó soproni légiós egyelőre lerendezte az első negyedet. Az Olajnál 5 pontja van Barnesnak, 4 pontja van Durhamnek, és Gilsikinek, valamint Williamsonnak van 3-3. Nem dobott a Szolnok büntetőt, de nem is ez a lényeg, hanem a két pontosok közötti különbséget tessék nézni. 12 bedobott duplája van a Sopronnak, és csak 3 az Olajbányásznak. És hát az az 5 eladott labda az nem kevés. Ha ezt így folytatja a Szolnok, ebből nem nagyon lesz fölzárkózás, mármint az eladott labdákra értem, ha így folytatja. Most az lehet a célja, hogy a nagy szünetre amennyire lehet eltüntesse ezt a pokoli különbséget.
ami a két csapat között van. Durham és Barnes minden esetre eléggé jó kedvében van, és nevetgélve beszélgettek itt a bedobás előtt, ami egyébként nem indokolt. Ez meg így visszajátszás. Remekül védekezett a fiatal csendes Péter. Na, ezért nem kell mosolyogni. Főleg mínusz 17-nél nem kell nevetgélni a pályán. Mert aztán utána ráüti a saját lábára a labdát Durham. Supola. Csendes. Próbálják becsapdázni Supolát. Vetődnek többen is a labdára, de érkezik Molnár is. Sitku. Lejár a támadó. Na most először lehetett látni a Szolnoktól olyan küzdelmet, ami elvárható. Óriási harc volt a labdáért. Maradt tehát a 32-15, azért áll a játék, miközben Kostas Levrakis a képen, mert ugye törölni kell a pályát, ahogy vetődtek a játékosok ide-oda. Kostas Levrakis egyébként, ha már őt mutattuk, meg ott áll egyébként is, elképesztően jó munkát végez Sopronban. Ugye tavaly, amikor jött, akkor egy 13 mérkőzéses győzelmi szériába hajszolta a csapatot, és most is egy remek gárdát rakott össze. Két kulcsjátékosuk nélkül a liga egyik legjobban, hanem a legjobban védekező csapatát, de mindenképpen a legkevesebb pontot kapó csapatát verik 32-15-re. Durham. Gilski a sarokból. A második homály Gilskinek. Azért ez érdekes, tehát az elején egy gyönyörű triplát dobott, csont nélkül, utána mind a kétszer átdobta a gyűrűt. Durham. Megint eladja a labdát. Így aztán csak annyi marad neki, hogy fejcsóváva hátra szalad a helyére védekezni. Molnár. Supola. Közben elszakadt Griffintől. Supola oldalra. Sitku dobócsel után. Gilski meglöki őt. Kettős csere megint a Szolnoknál. Jön Pongó és jön Révész. Le is hozza egyébként Potocsnik Durhamet, aki mélyen tudása alatt játszik, és Barnes is lejön. A két nevetgélő játékos. A másik oldalon pedig jön vissza Joseph, a játékmester, Supola helyett. Jones bár nem fog ma játszani valószínűleg, de ott ül a kispadon és biztatja a társakat. Jones ugye korábban Szolnok játékos volt, most a soproniakat erősíti. Ez most Barnett-től egy picit önző vállalás volt, Williamson. Pongó teljesen tisztán be is dobja. Ez volt még csak az első kosár ebben a negyedben, másfél perc után. Csendes, bátor betörés, csak utána nem tudott mit kezdeni Williamsonnal, gyönyörű szerelés volt. Gilski. Révész. Gilski megint. Révész fogja lent a pozíciót, meg is kapja mögötte Sitku. Révész próbál magának helyet csinálni. Nincs bent a hármas. És mutatja Molnár, hogy egészen biztosan nem ő ért hozzá utoljára. Ennek ellenére a Szolnok dobhat. Cserél a Sopron, visszajön Valerio Bodon. Barnett helyére jön. Williamson. Griffin kilépett. Újabb eladott labda. Azt
mutatja a szolnoki pad, hogy nem lépett, mert lábújhegyen volt, és a sarka nem ért a vonalra. Még mindig mondja magáit Potocsnik. Csendes. Zsozef. Molnár. Szép ejtés. És Molnár Márton most már 4 pontnál tart. Tizenhat pont a Sopron előnye. Griffin betörés közben faltolják, jó a kosár, tehát jöhet a plusz egy. Gyönyörűen lépett be Molnár mellett, akit le is visz Leverakis. Visszajön Durham a soproniaknál. Jöhet tehát a plusz egy Griffintől. Kaposvárról hozták el, ahol nem is biztos, hogy feltétlenül a posztján játszott. Itt Szolnokon sokkal inkább elemében van. Viszont ezt a büntetőt most kihagyta. Zsozef. Ő is el tud azért adni labdát. Pongó rohan, át a másik oldalra. Gilski két homály után. Egy újabb kihagyott 3 pontos, a lepattanó pedig az SKC. De Gilski az első tripláját bedobta, azóta 3-ból semmi. Zsozef. Egy flóter, de be is tudja fejezni. 9 pontnál tart. Griffin. Pongó. Révész elzárásán, aztán Révész a gyűrű felé válik le, Williamson. Úgy de szép szerelés volt. Hiába játszott szépen a Szolnok. Zsozef. Valerio Bodon. Nem tud lefele passzolni, közben a Szolnok vissza fogja majd hozni Szubotićot. Ugye 3 falt után le kellett ültetni. Zsozef. Ő micsoda gyorsaság. Ez viszont egy nagyon szép szerelés Williamsontól. Valerio Bodon gyakorlatilag mínuszos szögből engedte el. És utána pedig Csendes Péter faltól. Most jöhet vissza Szubotić. Itt volt a nagyon szép Durham blokk. Nézték, hogy ez a szabálytalanság sportszerűtlen volt-e vagy sem, és igen. Csendes Péternek ez a faltja tehát sportszerűtlennek minősült. Leverakisnak nem tetszik a dolog. Pongó minden esetre dobhat. Négy pontnál tart Pongó Máté. Az ötödik nincsen meg. És jöhetnek még oldalról. 6 perc van még az első félidőből hátra. A Sopron csak 4 pontot dobott egyébként ebben a negyedben, azt hozzáteszem 4 perc alatt. Az első 10 percet 32 dobott ponttal zárta. 6-ot dobott egyébként a Szolnok. Az sem sok. Griffin. Csitku mellett, és eladja a labdát.
és még mutatja, hogy valaki beleért, de a játékvezető nem hagyja magát meggyőzni. Az a helyzet, hogy ez Griffinnek dobnia kellett volna. Senki nem ért bele. Tökéletes ítélet volt, senki nem ért hozzá. Hiába magyarázta Griffin nagyon, de nem. Ugye Valerio Bodon, Vincent keze nagyjából 6-8 centire volt a labdától. Supola. Joseph. Durham. Sitku kezében a lepattanó, Joseph kéri el, már dobja is a triplát, nincs bent. Ezt most már nem tudta Sitku visszaütni, Pongo. Elő van Subotic, de senki nem jön hullámban. És Joseph szabálytalan. Az a helyzet, hogy ő csodálkozik. Elsőre megmondom őszintén, nekem is úgy tűnt, hogy a labdát szedte ki Subotic kezéből. És még talán még másodjára is. Időt kér Kostas Fleverakis. 36-21-nél. For Marci, listen, good job, Marci. Hey, look, listen. When I want, you go on a Taki goes on 24, okay? You got him. The best possible help. Hey, now we need to be more threat on offense, guys. We are too slowing down. No, cussing. Next play, run together one side, okay? One side like this. Listen, you will be like four, okay? You will screen and you will stay here. So you will screen. For you have to play the one side and you stay here. Because, hey, you are on the one side, yes. Yeah, fast again, you know, you go. So you run it and see Vincent here for the dunk, okay? And we go Scoopy and Ducky there, okay? Let's go. Let's go. One, two, three. Perc, 16 másodperc van tehát hátra az első félidőből. És 19 másodperc támadó időből. Subotic fönt kéri el, de alulra jön, Révésznek a bejátszás. Révésznek is megvan az első kosara. Supola. Joseph, ő is eladja a labdát, és aztán Révésszel szemben szabálytalankodott Durham. Jöhet tehát az olaj. Pongo. Durham újra a pályán. Subotic. Révész, csak Pacsell lefelé. Pongo kiosztja a sarokba, Gilski már nem meri dobni, Durham, az nem lesz jó, óriási homály ez is. És nem tudja megmenteni aztán Pongo a labdát, a Sopron jöhet. Pongo megpróbálta még visszahúzni, de nem jött össze. Nem sok hia volt persze hozzáteszem. Supola! Áthozza Pongo mellett. 4,5 perc van még az első fél időből. Durham próbált labdát csípni. Mind a két csapat magának szeretné. Abban nem vagyok biztos, hogy Joseph beleér, de a játékvezetők is így döntöttek végül, mert megkapja a Sopron a labdát. Valerio Bodon, Joseph. Takács Norbert is a pályán most az SKC-ban.
Ez sem érte a gyűrűt, mármint a labda. Pongó. Subotić elképesztő energiával indult meg, és mégis le tudták lábbal követni. Durham, Subotić messziről, nincs bent, a lepattanó Valerio Bodoné, hova fölment. Joseph próbálják becsapdázni, Valerio Bodon lendületből hozza, csak Dobócsel, Joseph közben kiszaladt a pályáról. Eladott labda a Sopronnál is. Pongo elől, be is dobja. És Kostas Levarakis kér időt, kezdi szépen a Szolnok ledolgozni a hátrányát, 36-25 van. Ugye volt már 21 pontos előnye is a Sopronnak, 26-5-nél. Ehhez képest most egy 20-10-es rohanása volt, hogyha ezt a terminus nézem a Szolnoknak. We go for big lineup, hey guys! The key is on defense and run. So that's why more switches, okay? More switches to get the rebound and run. But don't stop the dribble here. Okay, Vizio, don't stop. We get turnovers now. Hey, only turnovers you pass on the air. We stop the dribble. Where is that? And you stop the dribble and everybody's here. Go get the ball. Fake and go get it. There you go, guys. Now we have to take care of the ball. Hey, still, we stop going to 41, okay? Even if it's a basket, it's not a basket. Every time we have a chance, goes. Hey, next play. Hey, listen, we go. We will do again the 31, but bring the ball here. JB, you will be the replace. As I said, Vincent is the screener, and you stay here. Vincent has a pro advantage with 24, okay? Let's go, use it. Let's go. Nyilván nem lehet minden negyedben 32 pontot dobni, ez rendben is van. De az is igaz, hogy úgy 26-5 után azért valami megváltozott, az nem véletlen, hogy az olaj azóta 20-10-re tudta hozni ezt a következő szakaszt. És azért a 11 pont, az már tényleg nem olyan vészes. Ilyen egy kosár, bent vannak a lélektani 10 pont alatt, és onnan meg már ugye minden lehetséges. 3,5 perc, simán elképzelhető az is egyébként, hogy a Szolnoknak, amit ugye mondtam az első negyed végén, hogy az lehet a célja, hogy a szünetre minimalizálja ezt a nagy hátrányt, ezt simán meg tudják csinálni. Valerio Bodon. Joseph megint távolról. Ez most nincs bent. Próbálják visszahúzni a Soproni, a kiesik a játékos, megvan a létszám fölény, még csak most jön be a pályára a kiesett, közben Rudner is a pályán, de eladja, már megint eladja a labdát Durham. De eladja a Sopron is, mert bele akartak halni a szépségbe, ahelyett, hogy Joseph befejezte volna egy sima zicserrel. Most azért elég sok a hiba. És újabb lehetősége van a Szolnoknak, hogy 10 ponton belülre kerüljön. Rudner már dobja is, és ő bedobja. Tulajdonképpen az első labda érintése Rudnernek. 36-28, 10 ponton belül tehát az olaj. Elképesztő fordulat a mérkőzésen, csak felállt a Szolnok a padlóról. Barnett, falt fönt Barnesnál. 4 pontot dobott a Sopron ebben a negyedben. 4-et, 7,5 perc alatt. Hát ebben a negyedben 13-4 egyébként a Szolnoknak. Valerio Bodon, jó a kosár, Gilski faltolt. Jöhet a plusz egy is Valerio Bodon Vincenttől. Gilski Eriknek ez a harmadik hibája egyébként. Valerio Bodon 5 pontnál tart. És ráteszi a plusz egyet. Akkor most már 6 pontos Valerio Bodon. Révész le a sarokba. Gilski. Ez sincsen bent. A negyedik kihagyott hármasa zsinórban. Ezeket persze dobni kell, csak hát valószínűleg picit elbizonytalanodott most már. Falt, és azzal együtt bedobja Durham.
Révész pedig kap egy személyi hibát. Nagyon kemény védekezése volt Révésznek, de ezt sem tudta megakadályozni. Dörhemet a kosár szerzésben, Révésznek egyébként ez az első hibája. Dörhem 11 pontnál tart. És most volt egy 5-0-ás sorozata a Sopronnak a 36-28 után. Sőt, 6-0-ás, mert 42-28 van. Révész. Gilski nem meri eldobni a betörést, választja, de eladja. Joseph. Valerio Bodon, egy ütközés a levegőben, Révész mutatja is, elismeri a faltot, jöhet a két dobás. Cserél a Szolnok, Pongó visszajön majd irányítani. Rudner helyett, aki most veszi észre, hogy neki szólnak. 1-22 van az első félidőből hátra. 50 pont közelében zárhat majd a Sopron, ami önmagáért beszél. Valerio Bodon pazarul játszik. Nem véletlenül beszéltünk róla a felvezető műsorban is. Egy fiatal játékosként azt kell, hogy mondjam, hogy meghatározó a mai meccsem. És ez már nem először van így. És ez még akkor is igaz, ha a második büntető kimarad. Pongó. 1-10 maradt az első félidőből. Gilski nem meri eldobni. Pedig ezt neki kellett volna. Révész, ő viszont nagyon szépen fejezi be. Megvan a 30. pontja a Szolnoknak. Az első negyedben 15-öt dobtak, most is csak 15-öt. Azért az nem sok. Jobb napjain a Szolnok egy negyedben dob 30 pontot. Valerio Bodonnal szemben újra szabálytalankodnak. Gilski megint. Márpedig Gilski Eriknek ez a negyedik személyi hibája. Révész helyére jön Williamson a Szolnokban. A négyfaltos Gilski maradt fönt a pályán egyelőre. És Molnár is ismét bejött. Ő egyébként Dörhemet váltotta. És Valerio Bodon 8 pontnál tart. Ott a 9. Josephnek és Valerio Bodonnak van 9 pontja. Dörhemnek 11, Barnettnek 10 a Sopronnál. Dörhem. Barnes, csak dobócsel, amiből aztán megint eladott labda lesz. Ugye 5 eladott labdája volt a Szolnoknak az első negyedben, szerintem most már volt megint legalább 5. Joseph. Vastapsban a soproni közönség, 45 pontnál tartanak. Joseph, próbálják becsapdázni, eladja a labdát Joseph, Barnes megindulna. Muszáj dobni, és be is dobja. 3 pontos. Jó a tripla, nagyon egyöntetű, de azért megvideózzák a játékvezetők. Majd ez a kép lesz egyébként per döntő. És ezt majd lassítva szeretnénk megmutatni a játékvezetőknek, akik meg is fogják ezt nézni, hogy akkor időn belül volt a 3 pontos, avagy sem. Pontos megadják tehát, és ez azt jelenti, hogy akkor írunk még 3-at a Szolnoknak, de ezzel együtt
Abszolút kézben tartja a mérkőzést a Sopron. Innen folytatjuk hamarosan. Sopron kezdésztornak jelentek a időben. Hat perc elég volt a Sopronnak, hogy 20 pontos előnyt építsen ki, Subotić három faltja pedig tovább nehezítette a Szolnok dolgát, amely ezzel együtt 12 pontra kapaszkodott vissza, hogy innen lehet-e visszaút, egy rövid szünet után megbeszéljük. Csak egy perc. Marci Máté vagyok, hírek röviden. Cserejátékosok többet tudtak beletenni a közösbe, mint a soproniak. De hát ez bármerre fordulhat még. Minden esetre az elmondható, hogy egyetlen egy másodpercig sem vezetett a Szolnok ezen a mérkőzésen. Nem nagyon tudtak mit kezdeni az első negyedbeli Sopronnal, viszont az is igaz, hogy a 21 pontról föl tudott állni az olajbányász, és ahhoz képest ez a 12, ez már nagyon barátinak tűnik. Úgyhogy innen jövünk soproni előnyről, de ez az előny, ez nem megnyugtató, még ha előny is a Sopronnak. Megnézzük, hogy hogyan tudnak vele sápárkodni. A második félidőt a Sopron kezdi majd. Joseph. Oldalra jöhetnek majd a hazaiak. Supala. Joseph, nem csapdázták be végül, bár Durham odalépett. Most próbálják csapdázni Barnett. Van még 10 másodperc, elmegy onnan Supala, helyet csinált Barnettnek. Ki megpróbálja Barnes beforgatni. Hoho, emberről dobja be, az igen. Úgyhogy soproni kosára kezdődik a második félidő. 12 pontos egyébként Barnett. Rudner. Pongo, Williamson, de rövid. Joseph leszedi a lepattanót, inkább nem akart indítani, és szerintem jól tette, eléggé rizikós lett volna. Barnett tovább, Valerio Bodon, lepasszolja a Durham, rövid, és a lepattanó Williamsoné. Rohan vele Jabril Durham. Williamson belöbbeli a labdát Barnesnak. Megvan az első szolnoki kosár is. Joseph. Nyilván a védekezésén szigorítania kell a Szolnoknak, hogyha ezt a meccset meg akarja nyerni. Kérdés, tud-e? Williamson lök. És dobó mozdulatnak értékelte a játékvezető. Két büntető jöhet majd. Barnes nem zárta le az alapvonalat. Ez még nem is az volt, ez még az előző emberről bedobott duplája. Durham dobhat tehát. Williamsonnek pedig ez volt az első hibája, viszont a soproni játékos meg kihagyja. És a másodikat is. Williamsoné volt a lepattanó. Pongo. Rudner futott keresztbe. Jön utána Barnes tisztán. Be is dobja a három pontos. A hetedik olajtripla, ami bent van. Subotić pedig ugye nem játszik, mert három faltja van, viszont a kispadról űzi hajtja a társait. Megint 10 ponton belül az olaj. És egy falt volt, nem pedig lépéshiba. Ugye a szolnokiak lépéshibát szerettek volna, de már korábban volt egy falt. Mégpedig Pongónál. Pongo Máténak ez volt az első személye. Neki még nincsenek falt problémái. Joseph. Supala nehezen kapta meg a labdát, jól védekezett rajta Rudner. Supala betörése,
Rudner kezét érte utoljára. 2 másodperc maradt. 2 másodperc támadóidő. Aki megkapja, annak dobni kell. Supola, de szépen mozgott be. Az igen. Supola 4 pontos. Rudner föl, Durham, vissza Rudnernek. Egy tripla kísérlet, ami bent van. Rudner Gábornak már volt egy triplája az első félidőben is. Most csak 8 pont az előny. Olvad, Valerio Bodon. Eladják ők is. Ugye nem volt kevés eladott labda, és egy szép gyors indítás, ebből sem volt sok. Szolnoki oldalon Bánsz a befejező ember, konkrétan 6 pontot dobott a Szolnok gyors indításból az első fél időben. 49-43, már csak 6 pont a hátrány, amikor Joseph beleáll a triplába, de nincs bent. Williamsoné a lepattanó. Megint közelebb jöhet a Szolnok. Ne felejtsük el, 21 pont hátrányuk volt. Bánsz beleáll az újabb hármasba. Ugranak érte a lepattanó, a Szolnoké így. Cserélni fog a Sopron, visszajön Molnár Márton a csapatba. Mégpedig Barnett helyett. 14 másodperc támadó ideje van a Szolnoknak. Durham. Jön Rudner, csak dobócsel. Szépen bejátsz a Williamsonnak, akinek a nyakába esik Molnár. Újabb 2 büntető. 4 pontra visszajöhet a meccsbe a Szolnok. Közben Subotić fölpattan a padról, és jön vissza a pályára. Időt kér Kostas Levarakis. De 12 pont volt a szünetben. Most már csak 6. Jön néhány olajkosár, mégpedig triplák. Ja, Rudner is nagyon szépen belelendült, bár ő az első fél időben sem hibázott triplát, és aztán ugye volt gyors indítás is. És akkor most ott tartunk, hogy Williamson dobhat majd 2-t. Az az André Williamson, aki eddig mindössze 3 pontig jutott a mérkőzésen. Négynél tart. 8 játékos dobott pontot az olajban. És 6 a soproniaknál. Ez is döntő faktor lehet majd a végére. Nem véletlenül mondtam egyébként a kispadról jövő pontokat is. Mert azért ezt erővel is bírni kell a soproni légiósoknak. Úgyhogy keveset pihenhetnek, hiszen nem annyira mély a rotációs lehetőséget Levarakisnak. Joseph Subotić mellett, aki nem üthet oda, de nem dobja be Joseph. De Subotićnak nagyon kell vigyázni, hogy ne szedje össze a negyedik hibáját. Pongo. Visszakapja Pongo, Williamson. Azt onnan nem értem, miért passzolta ki, de Rudner rádobja, és Rudner ezt is bedobja.
Háromból három tripla Rudner Gábornál. De ő is sérülésből tért vissza. És az ő hármasával 49-48. Egyetlen egy pont már csak a soproni előny. Mínusz 21-ről jött vissza az olaj a meccsbe. Kostas Leverakis nem csodálom, hogy tűnődve nézi, hogy mi is történik. Közben cserél egyet Gasper Potocnik, szól Révésznek, hogy jöjjön, aki Williamson helyére érkezik. És hogyha a Sopron ebből a támadásból nem tud kosarat szerezni, akkor bizony a Szolnok most először a mérkőzésen, de átveheti a vezetést. Molnár! Joseph! Beleáll egy hármasba, nincs bent, a lepattanó Révészé, és akkor eljött az a pillanat, hogy a Szolnok átveheti a vezetést. Ki gondolta volna ezt 21 pontos hátránynál? Durham. Révész, van még 8 másodpercük, Durham, nincs dobó hely, Révész, kipasszolja, úgy de szépen csinálta ezt Révész, Pongó emeli el, de nincs bent a hármas. És ez így akkor a soproni hiába vetődött utána. Subotic supola hozzá, nem tudja tehát átvenni a vezetést a Szolnok. Valerio Bodom. Durham, szép befejezés. Túl az 50-en most már a Sopron. Egy triplával egyenlíthet a Szolnok. És a Szolnokiaknál Griffin is érkezik majd a pályára. Griffinnek sem nagyon ment az első fél időben, össze is 2 pontot dobott. Subotic próbálja kiharcolni a labdát, és végül ez így a Szolnoké. Griffin egyébként Durham helyére jön. Nekem úgy tűnt, mintha Pongó ért volna hozzá utoljára. Minden esetre az olaj jöhet. Révész kapja Griffin tőle. Révész. Jó a kosár. Révész Ádám 6 pontos ezzel. ...51-50. Supola hozza át Griffin mellett. Molnár. Magas volt a labda, eladja a Sopron. Újabb lehetőség a Szolnoknak, hogy átvegye a vezetést. Pongu. Rudner, Subotic, most ő vállalja el a triplát, ő sem dobja be. Rudner még odaugrott, hát ha meg tudja menteni, de nem. Ezt nem biztos, hogy egyébként Subotičnak kellett volna eldobni, most pont ki is nézett Gasper Potocnikra. Joseph. Továbbra is egyetlen egy pont a különbség. És most megint 3 a soproni előny. Durham ismét. 15 pontos, és ezzel utoléri egyébként a szolnoki Barnes-t. Ők ketten 15 pontosok, a mezőny legeredményesebb játékosai. Griffin. Griffin még. Valahogy fölvarázsolja, de nincs bent. Révész küzd a labdáért, és kiüti. Támadó lepattanó a Szolnoknak. 10 másodperc, és dobni kell majd. Rudner, ez most rövid. De ott állt előtte a magas Durham, át kellett őt dobni. Valerio Bodon, lendületből bedobja a 3 pontos. Valerio Bodon fantasztikusan játszik, 12 pontnál tart, megint 6 a Sopron előnye.
csináltak most egy 5-0-át azért. Megint jön az időkérés Potocsniknál, tehát a szolnoki oldalon. This basket is the problem. We set from transition, no three-point. And face to the... No, no, you keep the face, hand to the face. No shot. Wait, we have one man, you are out. Okay, one. Two. Three, four, five. Okay, we stay like this. Hey, hey, hey. Offense. Let's go first. Regular four inside, good spacing. Focus, go to curve. Second time, but be aggressive! I'm... Come on, let's go! Az a kicsi az nem jött össze a szolnoknak, hogy átvegye a vezetést, pedig kétszer is támadhattak. A Sopron pedig megint megrázta magát, most jöjjön néhány soproni találat. Úgyhogy megint 6 pont az előny. Rudner. Durham. Gyorsan áthozza, 2,5 perc van a harmadik negyedből. Végig tudja vinni, igen. Durham. 6 pontnál tart még csak az amerikai irányító. Ugye Griffin sem szórta még meg magát. És hát egyébként még Subotic sem. Falt Durhamnél. Ugye Subotic konkrétan nem dobott még kosarat ezen a mai mérkőzésen. Ilyenre nem is emlékszem, hogy mikor fordult utoljáról, mikor volt rá példa. Csendes. Jó volt a védekezés. Subotic végül elhozza. Hát mögött Subotic. Ez sincs bent, de érkezik Révész második hullámban. Subotićnak ma egyelőre semmi nem sikerül szegénynek. Révésznek annál inkább már 8 pontos, megint ma is rettentő hasznosan játszik Révész Ádám. És az az energia, az a küzdés, amit ő beletesz mindig a meccsbe, az példamutató. És megszerzi a labdát a szolnok. Cserélhetnek is. Bánc jön majd. És cserélnek közben a soproniak is. Visszajön a pályára Barnett. Durham helyett. Egy triplával megint átverti a vezetést a szolnok. Bő másfél perc maradt a harmadik negyedből. Griffin, Durham, vissza Griffinnek. Betörést választja, és a passz. És két dobás majd. Barnes faltolták le. Ugye Barnes az, aki húzza a szolnokot, mint legeredményesebb játékos, és mellette Rudner Gábor a 9 pontjával, Révész pedig a 8 pontjával, akiket ki lehet emelni. A túloldalon 15 pontjával Durham a legeredményesebb játékos, és Barnettnek, valamint Valerio Bodonnak van 12-12 pontja. Barnes pedig folytatja a pontgyártást, már 16 pontnál tart. Kiegyenlíthet a szolnok. És ezt meg is teszik. Most először van egál. Ugye 0-0-nál volt utoljára ilyen. Elolvadt, eltűnt, elpárolgott a Sopron 21 pontos előnye. Joseph, kérdés, hogy ez mekkora fordulópont. Ugye tegnap is 18 mínuszról állt föl a Kecskemét, át is vették a vezetést, mégsem tudták megverni a Szegedet hazai pályán. Itt viszont most a szolnok a vezetésért támadhat. Révész. Jön Durhammel a 2-2. Griffin beleáll a triplába, rövid, de még milyen rövid volt. Percen belül vagyunk. 56-56, nem tudja tehát átvenni. Megint az a pici hiányzik, pedig most már nagyon-nagyon közel volt a szolnok, hogy átvegyék a vezetést, de nem. Viszont most a szolnok, vagy a Sopron sem dob kosarat. Újabb lehetőség a vendégeknek. Durham.
elengedi a triplát, az nem lesz bent, óriási homály. Ez azért lássuk, eléggé streetball volt most. Nem is értem, minek kellett eldobnia. Joseph, újabb lehetőség a Sopronnak, hogy visszavegyék a vezetést. Molnár, jó védekezés Rudnertől. Hát Rudner Gábor ma pazarul játszik, támadásban, védekezésben egyaránt. Tíz másodperc a támadó ideje a Sopronnak. Csendes nem kaphatja. Barnett. Most csendes. Joseph. Négy másodperc, ezt neki kell majd megoldani, a bele is áll. És be is dobja a három ponttól. Joseph. Megint elmozdul a holdpontról a Sopron. És 59-56-tal fejeződik be a harmadik negyed. Ugye volt két pont, volt egy pont, volt egál, de átvenni a vezetést soha nem tudta a Szolnok. Az utolsó 10 perc következik. 23-11, ez nagyon durva. Tessék nézni, ugye pont ezt mondtam, az ellenkező tendenciákat. A Sopronnál 32-13-14, a Szolnoknál 15-18-23, ott folyamatosan emelkedik. 12 és 11 az eladott labdák száma. Zárójelben megjegyzem, hogy a Szolnoknak a szünetben 12 eladott labdája volt magyarul. Ebben a negyedben nem adtak el labdát a szolnokiak. A cserepadok között brutális a különbség. 25-4 a szolnoki cserepad által hozott pontok aránya a Soprónihoz képest. Eladott labdával most már több pontja van a Szolnoknak, 14 a 11-gel szemben. Érdekes egyébként, hogy a Szolnoknál a szünetben úgy nézett ki a történet, hogy több rádobott triplájuk volt, mint két pontosuk. 19 rádobott három pontosuk volt, és 15 vegyék a vezetés. Vajon ebben a negyedben ez sikerül-e? Ez itt a nagy kérdés. Valamelyik csapatnak megszakad a hadgyőzelmes szériája. Na nézzük. Williamson. Griffin. Kongó. Griffin átszaladt közben egy alsó elzáráson. Alapvonali betörés. Griffin. Beleért a soproni játékos. 8 másodperc támadó idő maradt. Williamson kapja Subotic-tól. Griffin, Kongó dobhatja a hármast, de nincs bent, és a lepattanó Molnáré. Nem tud tehát egyenlíteni a Szolnok. Növelheti az előnyét a Sopron, ha tudja. Csendes, Kongó vetődik oda, megvan a labda, Griffin. Bedobná, de van egy támadó lepattanó, Subotic. Most szerzi meg az első kosarát a mérkőzésen, több mint 30 perc játék után. 8-0 van egyébként Baján Subotic-nak a mai meccsen. Supolát lehozza Flevarak is, sőt még le is teremti az eladott labda miatt. Subotic-nak tehát a 9. kísérlete ment be a mai meccsen. Megint egy pont. Csendes. Griffinnél a fal. Első hibája Griffinnek. Kongó megint próbált labdát szerezni, Josephet üzte, hajtotta, csendes, le a sarokba, Molnár alsó poszton, és Valerio Bodon egy óriási mellé. Pedig nem sokat hibázott ma Valerio Bodon Vincent. Kongó közben kinézett oldalra Gasper Potocnicsa, hogy mi legyen a figura. Griffin. Jön Banks.
és eldobja kintről, bent van emberről, 20 pontnál tart Barnes, és átveszi a vezetést a Szolnok. Most először a mérkőzésen, 2-vel vezet az olaj. Ez extra tripla volt. Joseph, és eladják a labdát, Subotić szerzi meg, Subotić még, bedobja az Itzert is, időt kért Flevarakis, 4-jel vezet az olaj. 59-63, itt a fordulat. Egyelőre úgy tűnik, hogy ugye volt egy egészen extra első negyed, és utána szépen lassan, folyamatosan fogyott el a Sopron. Hozzáteszem, hogy a másfél perc alatt nem dobott kosarat a Sopron ebben a negyedben, hiszen 59-56 volt a harmadik negyed végén az állás. Magyarul egy 7-0-val nyitotta az utolsó negyedet a Szolnok. Muszáj volt időt kérnie Flevarakisnak, érthető. Hey, let's go, for side. For side, so you go, Peter, Yasin here. Okay, JB, you sprint here. You go, you get the ball and you play, do a sprint. Okay, let's go. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Keep playing, keep playing. One, two, three, okay, let's go. Azt is hozzáteszem, hogy Subotić a lehető legjobbkor, szolnoki szempontból nézve a lehető legjobbkor kezdte eltermelni a pontokat. Ugye két duplája is volt Subotićnak. Barnes pedig extra. Barnes egyébként 5-ből 4 triplát bedobott a mai meccsen, és 4-ből 3 duplát. Gyakorlatilag egyet-egyet hibázott bele. Az extra. Csendes. Barnes közelebb hozza és bedobja a duplát. 14 pontos, bocsánat, Barnett volt, igen, 14 pontos Jordan Barnett. Williamson, Pongó, megy a 2-2, Williamson kapja vissza, beleugrik az emberbe, de nem volt falt. Rohan Barnett kipasszolja Valerio Bodon, a sarokból bedobja a hármas, visszaveszi a vezetést a Sopron, 64-63, most nekik volt egy 5-0-ás rohanásuk. Könnyen lehet, hogy ez is ugyanúgy egy labdás meccs lesz, mint tegnap volt. Pongo, Williamson, jön a gyenge oldalról Valerio Bodon, nagyon szép volt a besegítése. Pongo csak passzsel csinált, Barnes és utána bedobja a triplát, az igen. Az 5. 3 pontosa Barnesnak. Megint a Szolnok vezet. És nem jut dobáshoz az amerikai légiós a Sopronnál, a lepattanó pedig a Szolnoké megint. Pongo, Griffin, át a másik oldalra, Barnes, ez most nincs bent. Marad a két pontos szolnoki előny, és elveszti a labdát a Sopron. Joseph ezt most túl gondolta. Cserélni fog a Szolnok, visszajön Rudner Gábor, a tripla specialista. Griffin helyett. Óriási dobópárbaj lett itt a végére. Ugye, ha hozzáveszük azt, hogy a Sopron az első fél időben 45 pontig jutott, és ebből 32-t az első negyedben dobott, hogy az első negyedben dobta a pontjainak a felét konkrétan. Azóta elég komoly változás ez. Rudner. Rudner. Láb.
Ugye 24 perc alatt dobott ugyanannyi pontot a Sopron, mint az első negyedben. Pongo helyére jön vissza Durham irányítani. Reagál a Sopron is, csendes Supola váltja. Durham. Bunce. Kicsúszik a kezéből, és Rudner megfaltolja utána Josephet. Megvideózzák a játékvezetők, hogy sportszerűtlen volt-e. Úgyhogy akkor majd ezt a faltot fogják megnézni, hogy Rudner Gábor, amit csinált, a sportszerűtlen hiba volt-e, avagy sem. Itt adta el Bunce, megszerzi Joseph, és ott fog rá Rudner, tulajdonképpen azért, hogy ne tudjon lefordulni belőle a Sopron. Sima falt lett végül, nem sportszerűtlen. Marad a kettő pont, és így akkor nincs dobás. Levarakis még mondja magáét kapitány Gellértnek, hogy de már pedig ez sportszerűtlen volt szerinte. Supola végül. 6 perc maradt hátra a meccsből. Valeri Obodon, közben Supola hanyatt esett. 6 másodperc még a támadásból. Jön Joseph, ezt neki kell megoldania. Kihagyja, a lepattanó pedig végül Williamsoné. 2 pontos szolnoki vezetésnél. Durham. Jön Subotic. Tovább passzolja Williamson. Az alsó poszton fogta a pozíciót Bunce. Neki akarták beadni a labdát. De láb lett belőle. 14 lesz a támadó óra. 5,5 percünk maradt a meccsből. Ebben egyébként még simán a hosszabbítás is benne van. Durham, Williamson tovább, Subotic, érkezik Rudner, de közben Subotic megindul befelé, és ezt most bedobja Subotic. Hát a jó játékos akkor dobja be, amikor kell. 6 pontos Subotic, mind a 6 pontját az utolsó negyedben szerezte. Volt már 4 pont az olaj előnye, 63-59-nél. Onnan vissza tudta fordítani még a meccset a Sopron. Valeri Obodon. Visszalép egy hármasra. Ez nagy mellé. Ugye muszáj volt eldobni, mert már csak 1,7 másodperc volt a támadásból. Tehát kényszerből dobta el Valeri Obodon. Cserél közben a Szolnok Griffin, visszajön a pályára Bunce helyett. Itt pedig Bors Miklós volt, aki Kostas Levarakisnak súgott oda valamit. Durham. Visszakapja Subotictól. És megy a 2-2 tovább. Durham még. Williamson a gyűrű alatt. Szépen lépett be. 64-70 az eddig legnagyobb szolnoki előny. 6 pont. Időt kér megint Kostas Levarakis. És úgy kell időt kérni, hogy ez a harmadik neki. A végjátékra nem marad időkérési lehetősége. Ugye Gasper Potocsiknak még 2 ideje van bent. Where's the ball? We are not against. We just keep the ball. We don't have feet now. We don't have any. And now on defense, okay, they make a couple of tough shots. Bars and now before somebody, I tell guys, now what is that? We just stay there, pump, shoot there, communicate. We will play. Hey, we will play the fist down. Hey, with biceps. JB, you stay here, and we have Martin and. So we said you go to the empty corner, okay? Okay, Yasin. Hey,
Hey, no, go the opposite though. JB, stay here, so Vincent, you come here to the assembly point. Go with your eye, go with the speed, stop and sprint there to see what they give. If you have start or attack, if you have all your big guy there. If you have nothing, you have JB also on the side. Okay? Hey, all switches on. De ebben a negyedben 14-5 a Szolnoknak. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy teljesen elfogyott a Sopron az extra első negyedet követően. Hogy ott megvolt 26-5-nél a 21 pontos előny, ami aztán szépen fokozatosan elkezdett csökkenni. És tulajdonképpen azóta nagyon kevés pontot szereztek. Ugye továbbra is, ugye a 64-ből, amit a Sopron dobott, 32-t az első negyedben dobtak. 25 perc telt el azóta. Joseph. Durham mellett nem könnyű betörni, de megoldja Joseph. Ez egy nagyon szép volt. A megoldás. Kicsit közelebb jön a Sopron. Joseph 14 pontnál tart egyébként. Ugye négy játékosa van az SKC-nek, akik kiemelkednek. Joseph 14, Durham 15, Barnett 14, Valerio Bodon 15. A többiek összesen 8 pontot tettek hozzá ennek a négy játékosnak a teljesítményéhez. Két dobás hiába magyaráznak a soproni játékosok. Durham dobhat majd kettőt. Az elsőben 7 pontos Durham, ő sem szórta még meg ma magát. A második is jó. 66-72. Négy percen belül vagyunk. Barnett tovább teszi Durhamnek, aki gyönyörűen fejezi be, elképesztő energiával törve Durham, nem tudták levédeni. 17 pontnál tart, most ő a legeredményesebb játékosa a Sopronnak. Eddig Colt versenyben volt Valerio Bodonnal, 15 pontos. Valerio Bodon lábára pattant a labda, oldalról jöhet az olajbányász. Subotic. Visszakapja, úgy de messziről Subotic, de bedobja a három pontost. Az igen. 68-75, 7 ponttal még soha nem vezetett az olaj. Most igen, Subotic egészen extrát játszik az utolsó negyedben. Ugye hamar összeszedte a faltjait, le kellett három falt után ültetni. Az első három negyedben egyáltalán nem dobott pontot, 8-0-ja volt. És itt az utolsó negyedben 9 pont Subotićnál, és továbbra is csak 3 falt. Kimaradt közben a soproni távoli dobás. Egy triplával 10-re növelheti az előnyét a Szolnok. De szerintem ők egy duplával is megelégednének. Vagy Durham, és a lepattanó a soproné végül. Joseph majdnem megszerzi tőle Durham, de aztán ő faltol. Neki még bőven belefér, még csak a második hibája volt. Ugye Rudner is vetődött a labdára, ketten sem tudták megszerezni végül. Subotić helyére jön Barnes, de azért gondolom, hogy Subotić vissza fog jönni majd a végjátékra. Ehhez milyen lelki erő kell, és milyen önbizalom, hogy 30 percen keresztül 8-0-át dobjon az ember, és utána így játszon az utolsó negyedben, mint ahogy tette Bojan Subotić. 2:38 maradt a meccsből. És még továbbra is azt mondom, hogy ebben még mindig benne van az egylabdás meccs lehetősége. Simán. Kipasszolja Joseph. Valerio Bodon. Bedobja ő is! Valerio Bodon Vincent 18 pontos. Elképesztően nagyot játszik ma ő is. Visszajön a remény a Sopronnak. Williamson.
az nincs bent, de van lepattanója Rudnernek, aki a lehető legjobbkor lépett oda. Ez egy fontos támadó lepattanó volt most a Szolnoknak, főleg akkor, hogyha kosárra tudják váltani. Beleblokkolnak. Még egyszer beleblokkolnak. Két blokk. Az egyik Durhamé, a másik Valerio Bodoné. Extázisban a soproni közönség, és próbálja faragni a hátrányát a csapat. Joseph eldobja. Ez rápattant a szolnoki játékosra. Én is úgy láttam Durhamre. Visszajön Subotic a vendégeknél. Griffin helyett. 1-40 maradt. Ugye fontos lenne a Sopronnak, ha meccsben akar maradni, hogy most ezt a támadást kosárral fejezzék be. De vajon be tudják-e fejezni? Valerio Bodon. Nincs alapvonali betörés. Valerio Bodon gyönyörűen húzza vissza, és be is dobja. Fantasztikus. A fiatal magyar játékos 20 pontnál tart, és kettőre visszajön a Sopron. Időt kér most a Szolnok. Öt nullás sorozata volt most a Sopronnak, ugye 7 pontja volt már a Szolnoknak előnyben. Valerio Bodon kosarak következnek, volt miből válogatni. A magyar játékos 20 pontnál tart jelen pillanatban. Brutális teljesítmény, a Sopron legeredményesebb játékosa. Másfél perc maradt a mérkőzésből hátra, és a Szolnok jöhet. Griffin. De most már így a Szolnoknak is fontos, hogy ebből a támadásból szerezzenek pontokat. Durham. Williamson kéri el. Rudner. Vissza Durhamnek. Indulnak a keresztmozgások. Rudner. Barnes. Durham. Megáll félúton. Williamson próbálja leszedni a labdát, és a Szolnoké. De meg fogják videózni majd a játékvezetők. Fölugrott az egész soproni pad, hogy szerintük ők jönnek. De majd próbálunk segíteni a játékvezetőknek, hogy kiről is ment ki. Na, akkor nézzük. Ember legyen a talpán, aki ebből a kameraállásból meg tudja állapítani, hogy mi is történt. Született a döntés, könnyen lehet, hogy megváltoztatják az ítéletet. Nem. Nem, azért mondom, megváltoztatják az ítéletet, a Sopron jön.
Kettő pontot Szolnoki előnynél. Igen, elég egyértelműnek tűnt a videózás után egyébként, hogy Williamson kezéről ment ki a labda. És kezdődik az utolsó perc gyakorlatilag. Joseph. Kell a kosár a Sopronnak. Ez nem kérdés. Molnár fönt várja, hogy az elzárásokból ki hogyan mozog. Joseph. És megszerzi a labdát Durham. Végig tudja vinni, Zitzerrel bedobja. És nem tud a Sopron kosarat szerezni, ellenben eladja a labdát. 73-77. 40 másodpercen belül vagyunk. Rohannak előre a soproniak, és Josephet lefaltolja Durham. Durham egyébként 10 pontos. Ez nem játszott ma jól, de ez a labda szerzése, ez akár győzelmet is hozhat az olajnak. Ugye 4-1 a faltarány, tehát dobás még nincsen belőle. Nézzük, hogy a Sopron mit csinál. Lépés, eladják a labdát. Durham ellépte. 31,9 másodperc van, 4 pont a Szolnok előnye. És ők jöhetnek. Letámad a Sopron, próbálnak labdát szerezni. De a Sopronnak csak egy faltja van, tehát náluk a faltolás belefér. A Szolnok egy valamire figyel, hogy nem adhatja el a labdát. Barnes áthozza, Subotić. Próbálják megütni a kezét, ez megtörténik, hogy ne menjen az idő. Még mindig van 23,4 másodperc, és még mindig csak a második faltja ez a Sopronnak. Valerio Bodonnak meg az első konkrétan. 16 másodperc a Szolnok támadó ideje. Subotić, Williamson, Molnár is odaüt nyilván. Még mindig ugye csak 3 faltnál tartanak csapat szinten. Most ugyanaz, hogy Subotić bedobja oldalról, ezúttal Williamson. Barnes, Valerio Bodon, ez is falt. 16 másodperc maradt a meccsből. És ezzel most a Szolnok azért járt jól, mert 9 másodpercük volt már csak támadásból, de most így a falt miatt megint 14, és ugye a következő faltnál már dobhat a Szolnok. Megvolt a negyedik csapat hibája a Sopronnak. Williamson. Megfogja őt Molnár, természetesen nem menjen az idő, Williamson dobhat majd. És 15 másodperc maradt. Ha emlékeim nem csalnak, előbb Williamson bedobta a büntetőket, ez csak úgy megjegyzem, ez nem jelent semmit persze. Supola visszajön a pályára. Nem dobott a második félidőben összesen 20 pontot a Sopron. Ugye 45-33 volt a szünetben. 18 pontot dobtak a második félidőben összesen. Williamson. És ő pedig bedobja. Nyolc pontos Williamson. Az kijön, a lepattanó a Soproné. 13 másodperc van. Hozza föl a labdát Barnett. 5 pont a hátrányuk, Barnett eldobja, bemegy a tripla. Bedobja a Szolnok, és marad 6,6 másodperc. De időt kért egyébként Potocsnik. És ezt most jelzik is a játékvezetők. Megnézzük, hogy mennyi volt itt hátra, átaláltunk olyat, hogy hány másodperc a tripla után, hogyha esetleg vissza kell állítani az órát. Vissza is állították 7,6-ra. Annyi maradt ugyanis a tripla után. És a meccs még nincs megnyerve.
Tehát hiába két pont az előnye a Szolnoknak, és hiába ők jönnek, és hiába csak 7,6 másodperc van. Nyilván azonnal oda fog faltolni majd a Sopron. Jól hallottam, azt kérte Potocnik, hogy ne labdavezetés legyen. Nyilván próbálják kipasszolni, mert abban nem lehet belefaltolni. A labdavezetésbe igen. Jönnek vissza a soproniak is. Rudner fogja bedobni a labdát alapvonalról. Közben helyet cserél Subotić Barnes-szal. Egyelőre nem tudják bedobni a labdát. Most jön Subotić, akit azonnal megrohannak ketten és odafaltolnak. 5,9 másodperc van hátra, Subotić mehet majd büntetőt dobni. Akkor lehetnének kicsit nyugodtabbak a szolnokiak, hogyha mind a kettőt bedobná Subotić. De az elsőt kihagyja. És ez azt jelenti, hogy ha be is megy a második, egy triplával még egyenlíthet a Sopron. De ha nem dobja be Subotić, akkor egy triplával megnyerheti a meccset a Sopron. Egy duplával hosszabbítás. Subotić a második büntető is kijön. Leszedi a Sopron a labdát. Joseph megkapja a félpályánál. És megfaltolják. 2 másodperc marad hátra. És lehet kettő dobni. Kiegyenlíthet a Sopron. Mondom én, ez a meccs nincs megnyerve, és ebből még akár hosszabbítás is lehet. Durham negyedik személyi hibája volt. És ha be is dobja mind a kettőt, Joseph még akkor is marad 2 másodperce majd a Szolnoknak, és akkor viszont már nem fog faltolni a Sopron. De kihagyja Joseph! Így viszont igen. Aha, lehet, hogy azt beszélik meg, hogy úgy dobja, hogy megpróbálják leszedni a támadó lepattanót, hogy egy duplával vissza lehessen tenni. Igen, valószínűleg ez lesz majd, hogy úgy dobja rá Joseph, hogy aha, így. Na de hát így nem lehet. 2 másodperc, 2 pontos szolnoki előny. Oldalra jöhet a Szolnok. Megkapja Subotić, és megnyeri a meccset az olaj. 78-76-ra egy drámai végjátékban. 2 ponttal úgy, hogy a Sopron már 21 ponttal is vezetett a Szolnok ellen, és onnan jött vissza. Az olajbányász Leverakis nem nagyon akar beszélgetni senkivel. Hát egy egészen elképesztő mérkőzés volt. Leverakis bent a pályán, még a játékvezetőknek is mondja a magáét. Hát őszintén szólva, tehát ugye 45 pontot dobtak az első fél időben, 21-et a másodikban. Az nem a bírókon megy el ilyenkor, maradjunk annyiban. Hihetetlen nagy harc volt, és bőven benne volt még akár a hosszabbítás lehetősége is.